szilárd utakon, már csak egy önkormányzati út vár aszfaltburkolatra Pócs Petriben. Édenkert a gyerekeknek új református bölcsődét és óvodát adtak át Vásárosnaményban. Madártávlatból ellenőriztek, drón segítségével szűrték a szabálytalankodó autósokat a rendőrök. Felújított önkormányzati utat adtak át Pócs Petriben, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az eseményen részt vett Rétvári Bence államtitkár is, aki elmondta, a magyar kormány saját forrásból előlegezi meg a hiányzó uniós forrásokat. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke kijelentette, a következő 7 évben a vármegyében mintegy 150 milliárd forintot fordítanak közösségi fejlesztésekre. Pócs Petriben a Létai utcán egy köztéri kereszt mellett tartották az új út átadását. A település sajátos történelmére utalva Tamás György polgármester azt mondta, a rendszerváltás után a polgári kormány ideje alatt indulhatott meg az erkölcsi jóvátétel Pócs Petriben. 2014 után pedig az anyagi rehabilitáció is elkezdődött. 2014-ben a 19 utunkból csak 8 volt, ami szilárd útburkolattal rendelkezett. Most elértük azt, hogy minden utunk egy kivételével szilárd útburkolat, illetve utalap el van készítve. Köszönet a polgári kormány támogatásnak, köszönet képviselő úrnak és mindenkinek, aki hozzájárult ennek a projektnek a létrejöttével. Sesták Oszkár elmondta, a vármegyei önkormányzat legfontosabb feladata a település fejlesztés, ezen belül pedig az egyik legfontosabb az úgynevezett topos programok kezelése. 300 millió forint az a fejlesztési csomag, amit Pócs Peti kapott a TOP 20-os program keretében, egy energetikai felújítás és még egy közösségi fejlesztés. A TOP keretében egyébként a vármegyében 150 milliárdot fordítunk Nyíregyházával együtt a következő 7 évben közösségi fejlesztésekre. Az úttól a bölcsődén át a különböző turisztikai fejlesztésekig, tehát nagyon változatos ez a fejlesztési csomag. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a terület és település fejlesztési operatív program meghosszabbításának köszönhetően a jövőben 18 településen újulnak meg belterületi utak, mintegy 2,5 milliárd forint értékben. Tavaly felavattuk az iskolát, az iskola felújítást Palánki püspök atya szentelte meg. Előtte ugye az előtte években utakat adtunk át, egészségház épült a településen, szolgálati lakás, büszkeségpont, és ha Isten is megengedi, már pedig remény van erre, hogy ez történik, hamarosan a Mária Pócs, Pócs Petri közút is meg fog újulni. Ma már olyan utak, illetve fejlesztések valósulnak meg a vármegyében és országszerte a TOP Plus programból, amelyek ugyan EU-s forrásokból lennének finanszírozva, de az Unió egy eurócentet sem utal. Ezek tehát mind hazai költségvetési forrásból megelőlegezett fejlesztések, fogalmazott Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Nehezen érti az ember józanésszel, hogy itt a Pócs Petri út, az miért nem támogatható az Unió részéről. Ők nyilván azt mondják azért, mert Magyarország nem demokrácia, és Magyarországon minden a korrupcióról szól, miközben láthatjuk, hogy anélkül, hogy ők ezeket a forrásokat, ami a mi forrásunk, engednék, hogy hozzáférjünk, anélkül is fölépültek ezek az utak, hiszen hála Istennek egyébként, annak ellenére, hogy háborús időszak van, annak ellenére, hogy szankciók vannak, annak ellenére, hogy épp hogy túl vagyunk egy világjárványon, a magyar gazdaság és a magyar költségvetés van olyan erős állapotban, hogy bár az Unió egy eurócentet sem utalt ezekre a forrásokra, de a magyar költségvetés ezt megelőlegezte, és ezek fel is épültek. Ezeknek a forrásai a magyar embereknek járnak. Törvény szerint járnak, szabály szerint járnak. Amiért nem fizetik ki Magyarországnak, az egy mondva csinált ügy, egy koncepciós eljárás. Politikai ellenszenv miatt nem hajlandók az embereknek itt Pócs Petriben az útfelújítását finanszírozni, országszerte pedig számtalan útfejlesztést, kórházfejlesztést, iskolafejlesztést vagy pedagógus béremelésnek a többletét. A Létai utcát a TOP Plus program belterületi közutak fejlesztése című pályázat keretében korszerűsítették Pócs Petriben.
Péntektől vasárnapig tart a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozat. A Magyar Népművelők Egyesülete 17. alkalommal hirdette meg az eseményt, amelyhez a hazai művelődési házak és kulturális központok mellett határon túli intézmények is csatlakoztak. Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ 9 tagintézményében számos ingyenes programmal várják a látogatókat. Itt a Szabadság téren mind a három nap lehet megtekinteni a szép kora, gyönyörű kézimunka kiállításait. Szombaton egy nagyon népszerű rendezvénnyel, a média és lemezbőrzével várjuk délelőtt a látogatókat, illetve lesz itt még Illúziók mestere is, 2 előadás, de erre már minden jegy elkelt. Itt mellettünk szintén tagintézményünk a Pál Gyula terem, Nyíregyházi Városi Galéria, ebből az alkalomból díjmentesen látogathatóak a kiállítások, és kiemelve mondom néhányat, a Városmajorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei filmszemle lesz, több helyszínünkön könyvbemutatók, kulturális rendezvények lesznek, több helyszínünkön ingyenes kézműves foglalkozások, tehát tényleg elmondhatjuk, hogy az események döntő többsége díjmentesen, bemutató foglalkozásokkal, illetve értékes kulturális rendezvényekkel várja a látogatókat. Mindenkit arra biztatok, hogy látogasson el a honlapunkra, illetve a hivatalos Facebook oldalunkra, ott részletesen mindent megtalál erről a rendezvényről. Új református fenntartású bölcsőde és óvoda várja a kisgyermekeket Vásárosnaményban. A mintegy 1000 négyzetméter alapterületű intézményben összesen 75 gyermeket tudnak elhelyezni. Soltész Miklós államtitkár az átadó eseményen azt mondta, országos szinten a református fenntartású óvodákban mintegy 3200 új férőhely létrehozásában segített a kormány. Az óvodások műsorával kezdődött az új Édenkert bölcsőde és óvoda átadója Vásárosnaményban. A tiszántúli református egyházkerület fenntartásában lévő, csaknem 1000 négyzetméter alapterületű épületben 2 óvodai és 2 bölcsődei csoportszobát alakítottak ki, amelyekben összesen 75 gyermeket tudnak elhelyezni. Ennek az óvodának a helyén régebben egy lakóház állt, amit a Vásárosnaményi Egyházközség vásárolt meg, és ugye ide álmodták meg ezt az épületet. Hosszú éveken keresztül ment a tervezés, több fórumon kellett ugye a terveket egyeztetni, míg végül is ez a terv, ami végül is elkészült, zöld utat kapott. Az épület összességében közel 1000 négyzetmétert jelent, és nincsen benne még ugye a tetőtérben, van egy 260 négyzetméteres különtermünk, amit ugye ezt az épületet a Magyar Református Egyház kapott a magyar államtól 30 milliárd forintot kimondottan óvoda építésre, illetve felújításra, átalakításra. A mi Vásárosnaményi Édenkert óvodánk és mini bölcsődénk szinte utolsóként készült el, hisz 2022 nyarának a végén indultak meg a munkák. A lelkipásztor elmondta, szinte rekordgyorsasággal épült fel az óvoda és bölcsőde épülete. Igazán mi május közepétől kezdtünk el aktívabban részt venni a óvodának a működés engedélyeztetésében, és ennek hála ez augusztus végére meg is lett. 2 óvodai csoportot tudtunk beindítani, erre kaptunk működési engedélyt. Összesen 42 óvodás gyerekünk van a 2 óvodai csoportban, illetve az épületben helyet kapott még 2 minibölcsőde, az egyikben 7, a másikban pedig 8 gyerek van, a minibölcsődékben 5 munkatársunk van, míg az óvodákban pedig 4 munkatársunk dolgozik. A református egyház újonnan épített vagy felújított óvodáiban 3200 új óvodai férőhelyet alakítottak ki, amely fontos része a kormány családpolitikai fordulatának, mondta Soltész Miklós. Olyan intézkedéseket is meg kellett tennünk, amelyek adott esetben családokat akkor is segítik, amikor a szülők dolgoznak, vagy pedig más elfoglaltságaik miatt nem tudnak a gyermekekkel foglalkozni. És ezért kellett nagyszabású óvoda, mini bölcsöde, vagy pedig bölcsöde programba belefogni.
így készültek el például az a református óvoda program kapcsán azok az óvodák, amelyek szerte az országban 71 új óvodát jelentenek, 3200 új férőhelyel, és ez egy óriási nagy szám. A 71 új református óvodából egy Fehérgyarmaton, egy pedig Mándokon létesült, a Vásáros Naményi a harmadik ilyen intézmény a térségben. A vármegye több pontján végez drónos ellenőrzést a rendőrség. Az eszközzel könnyen és gyorsan kiszűrhetők a szabálytalankodó autósok. A szakemberek szerint az öv használat elmulasztása mellett a stop tábla és a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása is gyakori a járművezetők körében. A Tábor utcából reptetik a drónt a rendőrök. Persze nem az itteni közlekedést, hanem a sokkal forgalmasabb Debreceni út és Tünde utca kereszteződését figyelik. Az eszköz több mint 70 méter magasból is tűpontos képet ad az autósokról. A rendőrség a vármegye több pontján is ellenőriz a napokban. A Safety Day keretében történik most a közlekedés biztonsági ellenőrzésünk. Itt a biztonsági öv elmulasztását ellenőrizzük, illetve az egyéb passzív biztonságtechnikai eszközöket. A vármegyében lévő 8 kapitányság illetékességi területén, illetve az autópálya lévő kollégák is végzik az ellenőrzéseket a mai nap folyamán. Bevetettük a drónokat is, illetve a drónunkat, ami van a városban, és megy vidékre is természetesen. Itt már a csekket adják annak, akiről pár perce felvételt készített a drón. Nem használta biztonsági övét, ezért a közelben lévő rendőrök már intézkednek is az autóssal szemben. A passzív biztonságtechnikai eszközt nagyon jól tudjuk ellenőrizni ezzel a technikai eszközünkkel. Ez egy mondhatnám még mindig újdonsága az állampolgárok részére. Úgy gondolják, hogy ha észlelik a rendőrt és akkor bekapcsolják a biztonsági övet, akkor az így elégséges lehet egy adott ellenőrzés során. Ez sajnos nem igaz. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nem használják az állampolgárok a biztonsági övet. Nem fogadják el azt, hogy nem azért kell használni, hogy a rendőrnek ne büntesse őket, hanem azért, hogy életeket menthet, vagy a sérülés fogában mindenképp fontos lehet. Az ellenőrzések mindig célhoz kötöttek. A biztonsági öv használatának elmulasztásán túl a tilos jelzésen áthaladás vagy a stop tábla figyelmen kívül hagyása is könnyen kiszűrhető. Az ütemezett ellenőrzések mellett a sebesség túllépést napi szinten figyelik a rendőrök. A mozgó és rögzített eszközökkel a vármegye több pontján szűrik ki a gyorshajtókat. Autómentes nap és Bringaváros várja a nyíregyházi kerékpárosokat, előbbit most pénteken, szeptember 22-én, utóbbit pedig jövő hét szombaton, szeptember 30-án rendezi meg a város önkormányzata. Bár mindkét eseményen a kétkerekű járműveké lesz a főszerep, a színes kiegészítő programok és a környezettudatosságra nevelés egyikről sem hiányozhat. Hasonló hangulat várja idén is a nyíregyházi kerékpárosokat szeptember 30-án. Ekkor rendezik meg a 6. Bringavárost. Az elmúlt években nem mindig volt kegyes az időjárás a rendezvényhez, mégis évről évre többen mozdultak meg. A célja szerintem már meg is valósult, minél többen biciklizzenek, törekedve a biztonságra, egészségjavítás érdekében, ismerjék meg a városrészeket, ugye itt most már minden városrész tulajdonképpen be van kapcsolva ebben a 80 kilométeres kerékpárút hálózat, amit sikerült kiépíteni. Ez is nagyon fontos, mert például kevés sóstói jár Borbányán, vagy kevés orvosi Nyírszőlősbe. Tehát van egy ilyen város önismereti célja is, de a legfontosabb az, hogy kimozduljanak, jól érezzék magukat, egészségükért tegyenek, meg a város szennyezettségének a csökkentéséért is ezzel, mert ugye a közlekedés az egy ilyen tényező, és én nagyon-nagyon örülök, hogy azt a lehetőséget, amit az infrafejlesztések jelentettek, azt a nyíregyházak kihasználják. Ahogy a korábbi években, idén is a belvárosban és 10 különböző városrészen lehet felvenni a pecsétgyűjtéshez szükséges menetlevelet. A további 7 szponzori ponton begyűjtött összesen 18 pecséttel pedig a fődíj sorsoláson is részt vehetnek a bringások. A nap során szinte minden városrészen lesznek kiegészítő programok a helyi civil szervezeteknek köszönhetően. A nagyvárosi kerekezés előtt azonban még egy autómentes nap is várja a bringásokat szeptember 22-én pénteken az Európai Mobilitási Hét keretében.
Hagyjuk otthon a gépkocsikat, egyszerűen pattanjunk kerékpárra, húzunk túracipőt, vagy éppen vegyük elő a bérletünket és tömegközlekedésre pattanjunk. Annyi a lényeg az egész Euromobilitás per autómentes napnak, hogy gyakorlatilag próbáljunk meg magunkat szépen apránként hozzászoktatni ahhoz, hogy nem csak az autó létezik, és nem csak az autóval tudunk eljutni A pontból B pontba, hanem erre nagyon sok alternatíva létezik. A programok a Hova tűnt Sanyiban kezdődnek egy bringás reggelivel. A klímatudatos közlekedési kérdőívet kitöltők teát és bundás kenyeret kapnak 7 és 10 óra között. Délután a Kossuth téren folytatódnak a programok bábszínházzal, zenével, tánca, mozgással, 17 órakor pedig indul a több mint 2 kilométeres kerékpáros felvonulás a Bújtosi Városliget felé. Az útvonal több forgalmas útszakaszt érint, a Szegfő és a Hunyadi utca kereszteződésében részleges útlezárással is kell majd számolni az autósoknak. A rövid felvonulás idejére türelmet és fokozottabb figyelmet kérnek a szervezők a gépkocsival közlekedőktől. Porcelánbabák, divatbabák, történelmi jeleneteket idéző babák, vagyis különböző korok és divatok egymás mellett. Szeptember elején nyílt meg a baba kiállítása a Nyíregyházi Városmajoli Művelődési Házban, és a nagy érdeklődésre való tekintettel a hónap végéig meghosszabbították a látogathatóságát. A baba készítés különböző korszakaira, illetve kultúráira csodálkozhatnak rá, akik a Városmajori Művelődési Ház ingyenesen látogatható baba kiállítását tekintik meg Nyíregyházán. Itt például Mátyás király fogadja a pápai követeket, ami korántsem egy tipikus játékszituáció, igaz készítőjük nem is ezért alkotta meg ezeket a babákat. Az egyedi tárlatot Demeterné Fóris Anita álmodta meg, mert úgy gondolta, a babák sajátos hidat képeznek a különböző generációk között, ideértve a három kiállítót is. Szatmári Istvánné Borikát, aranykoszorús baba készítőmestert, Májárné Kéki Katalin porcelán baba gyűjtőt, valamint Támba Virág divat baba gyűjtőt. Ez az ötlet onnan jött, hogy mindig nagyon szerettem a babákat. Kiskoromban, kislánykoromban is sokat babáztam, illetve, hogy született egy gyönyörű szép lányom, általa tovább csodálhattam a babák mesés, varázslatos világát, és azt vettem észre, hogy milyen sokat változtak a korbabái, mind textúrájukban, méretükben, stílusukban, és azért jött ez a kiállítás ötlet, hogy egy kiállításon belül több korbabáit is egy teremben kiállítsunk, és hogy ha körbenéztek, majd így meglátjátok, hogy milyen jól megférnek ezek a babák egymás mellett. Ezek az élethű babák főként Németországból és Hollandiából származnak. Készítőik a szakmában elismert babakészítőnek számítanak. Minden baba számozott, egyedi, ami azt jelenti, hogy ezek nem sorozatgyártással készültek, hanem mindössze néhány vagy épp csak egyetlen darab létezik belőlük. Az esküvői babák is külön kategóriába tartoznak, akár csak ezek a történelmi jeleneteket ábrázoló babák. De hogy a jelenkoriak sem maradjanak ki a tárlatból, szintén értékes a mai divatnak megfelelő ipari alkotások is láthatók a kiállításon. Három kiállító érkezett hozzánk, három különleges, három más-más stílusú baba kollekcióval. Itt láthatóak a porcelánbabák. Májerné Kéki Katalin hozta el hozzánk csodálatos porcelánbaba gyűjteményét, és megfigyelhetjük, hogy egészen a csecsemőkortól érkezett vagy készített kis babáktól eljutunk a terem másik végig, ahol mennyasszonyi babák láthatók. Hozzátette, a tárlat rendkívül népszerű minden korosztályban, több százan látogatják naponta, emiatt egy héttel meghosszabbították a kiállítást. Így szeptember 30-áig nézhetik meg az érdeklődők a Városmajori Művelődési Házban. Budafokon kezdi a szezont a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az új vezetőedző Horváth Ákos irányításával és alaposan átalakult játékos kerettel vágnak neki az NB1B piros csoport küzdelmeinek. A nyíregyháziak első mérkőzése pénteken 19 óra 30 perckor kezdődik. Új edzők, új játékosok, új csapat, új osztály. A tavasszal még átcsoportos Nyíregyháza edzői stábja és kerete szinte teljesen kicserélődött az elmúlt hetekben, így nyugodtan lehet mondani, hogy egy még alakulóban lévő csapat várja a bajnoki rajtot. A felkészülési mérkőzéseken nem sikerült nyerniük a cápáknak, igaz egy kivételével első osztályú csapatok ellen lépett pályára Horváth Ákos együttese.
egy tök jó megfogalmazást alkalmazott a Szabó Gabi masszőrünk, hogy a lelkünknek nagyon jót tett volna, hogyha győzelemmel hagyjuk el mondjuk az utolsó, utolsó meccsen a pályát, de az, hogy 4 pontot játszottunk egy elsőligás szlovák csapattal, az felér egy győzelemmel. Ez nyilván nem ugyanaz, de a rengeteg pozitív impulzus, a győztes első félidő, illetve egy csomó rész siker, ami különböző szerkezetben megadhatott, az a srácoknak is azért ülepedett, és jelenleg azt mondom, hogy lelkiállapotban mindenképpen vagyunk ott, hogy győztesnek érzik azért magukat a srácok, és nem úgy megyünk az első fordulóra, hogy bármilyen lógó orra, hanem önbizalommal. A felkészülési meccseken mutatott teljesítménye alapján Völgyi Marcell kulcsembere lehet a nyíregyházi csapatnak. Felelősség, de semmiképp sem teher. Én inkább, ahogy már mondtam korábban is, a csapat miatt tudtam jól teljesíteni. Szerintem lesz, mikor majd más fogja vinni a csapatot elől. Mi így egy csapatként tudunk jól működni. Bízom benne, hogy Budafokon is erő tud jönni majd az, amit itt Merim és Ákos megálmodott. Úgyhogy ha ez összejön, akkor bízom benne, hogy én is, és a többiek is egy jó játékkal el tudjuk hozni a megfelelő pontok. Mint a vezetőedző elmondta, sok csapatnál voltak jelentős változások, így egy kiegyensúlyozott bajnokságra számít. Körvonalazódnak erőviszonyok nyilván, meg számolgatnak az emberek, voltak nyilatkozatok. Velünk nem annyira számolnak még, hogy top 4-be leszünk. Nem baj. Majd ezt ki kell vívnunk magunknak a pályán, illetve az ellenfelekkel szemben. De akiket emlegetnek a kollégánk is, illetve a közvélemény, a MAFC, a Cegléd. Ugye a MAFC majdnem egyben maradt, a Cegléd nagyon beerősített, nagyon sok igazolással, illetve a Pécs nagyon egyben maradt, szinte ugyanaz a csapat van, akik fel akartak jutni, természetesen erősek maradnak. De hát a BKG minden évben erős, a Vasas minden évben egy masszív utánpótlás nevelésüknek köszönhetően egy olyan csapat lesz valószínűleg, akik szervezetten játszanak, szervezetten védekeznek. És van az összes többi, ahol nagy játékos mozgás volt Újpesten, vagy most már Fóton ugye. Kaszásoknál is egy teljesen új csapat épült. Érdekes lesz. Szerintem egy jó kiegyensúlyozott bajnokság lesz, biztosra sehol nem lehet menni. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Budafok mérkőzés pénteken 19 óra 30-kor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: MEAVS Miskolc Új Buda MAFC, Óbudai Kaszások Vasas Akadémia, Jászberény TF Budapest, Deac 23 Salgótarján, BKG Prima Akadémia, Phoenix MT Food és Cegléd Pécsi VSK. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A polgármester szerint már csak egy út maradt, ahol még nem kezdődött meg a szilárd útburkolat kialakítása, ami azt jelenti, hogy 2014 óta egy híján 19 utat sikerült rendbe tenni Pócspetriben. A legutóbb felújított Létai utca hivatalos átadóján Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, 300 millió forintos fejlesztési csomagot különítettek el Pócspetri számára. Új református bölcsődét és óvodát adtak át Vásárosnaményban. Az Édenkert bölcsőde és óvoda összesen 75 gyermek befogadására alkalmas. Az eseményen Soltész Miklós államtitkár elmondta, a kormány támogatásával a református egyháza az újonnan épített vagy felújított óvodáiban mintegy 3200 új férőhelyet hozott létre a közelmúltban. Drónnal ellenőrizték Nyíregyháza egyik legforgalmasabb kereszteződését a rendőrök. Az eszköz segítségével madártávlatból az is kiszűrhető, ha az autós nem kapcsolta be a biztonsági övét. Az ellenőrzések a vármegye több pontján is folytatódnak majd. Szeptember 21-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pinteken délelőtt északkeleten lehetnek erősebben felhős körzetek, ott fordulhat elő helyenként záporzivatar. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Napközben 26-28 fokig melegszik fel a levegő.